hatalmas projekt, ami nagyon sokakat megmozgatott, és ha kicsit olyan pátoszosan akarok fogalmazni, akkor az ambíciója nem kisebb, mint hogy az egész világot jobbá tegye, de ez nem egy ilyen zavaros hippis dologként jelenik meg, hanem nagyon is megtervezett, nagyon precíz, vannak benne szórakoztató elemek is, van benne komoly tanulható elem is. Mert hogy a Highlights of Hungary második helyezettje a Hősök tere. Hogy hello, hősök, te látok? De sokkal jöjjük, és nem biztos, hogy mindenki jöttek. Azért magát mindenkinek kapcsolatban, hogy szinten, sorátságban van, és csak szeretnék nektek elmesélni egy történetet. Egy héttel ezelőtt Orosz Gábor, az egyik alapító, feküdt a CEU előtt a földön. Nem azért, mert rosszul lett, hanem azt akart megnyitálni, hogy ő rosszul van. És úgy párokban nézték őt az emberek, a CEU tanítványai voltak. És hát azt vették észre, hogy ugye ők beavatottak voltak, és azt vették észre, hogy legalább 50-en elmentek mellette, úgyhogy rá sem néztek. És mi azt akarjuk elérni, hogy mi azok legyetek, akik ránéznek másokra, néha adnak egy gesztust, néha segítenek, de minden esetben tesznek, hogy ne lehet, szóval hogy úgy éljünk, hogy teszünk másokért. És akkor, amikor ezt az egészet látta a CEU egyik vezetője, akkor odajött és mondta, hogy Györgyi, ne hagyjátok abba, nem hagyjuk abba, legalább 10 évet elteszünk. És köszönöm, hogy vagytok.